Mehetünk? Jó. A keringés fokozás nem annyira izgalmas téma, és természetesen mi nem a bemelegítést akarjuk most megreformálni, hiszen az évek óta, évtizedek óta jól működik, mérsékelt nyújtó szakasz, első keringés fokozó szakasz, mindenki tudná sorolni. Ebben mi nem akarunk belenyúlni, főleg a labda nélküli részbe, hiszen rengeteg jó anyag van a szövetségnek a honlapján, és mindenféle segítő eszközöket használva. Ezeket érdemes böngészni, hiszen pont ez is egy olyan része az edzésnek, amit napról napra, hétről hétre nem nagyon tudunk izgalmassá tenni, márpedig valahogy változatosan kellene ezt is megoldani. Hogy miért pont ezt a nem annyira hálás témát választottuk, augusztus elején, a nyár közepén Szabolcs hívott, hogy mi legyen a témája ennek a továbbképzéses gyakorlati bemutatónak, és én akkor pont edzőtáborban voltam. Ezekben a nyári edzőtáborokban a kedves kollégák jöhetnek edzést látogatni, akiknek még hiányzik mondjuk 1-2 vagy 18 kreditpontjuk az év teljesítéséhez, és ott ez úgy működik, hogy leülnek szépen a padra, és jegyzetelik azokat a gyakorlatokat, amiket látnak, amiket a fiúk csinálnak. És én évek óta most már minden edzést ilyen labdás, keringés, fokozó gyakorlatokkal kezdek el. És amikor az edzés végén oda megyek a kollégákhoz, hogy aláírjam ezt a papírt, és akkor kérdezhetnek, akkor nagyon sokan azt látom, hogy a papíron ezek a gyakorlatok részletesebben le vannak írva, mint ami utána másfél órán vagy egy órán keresztül volt főgyakorlat azon az edzésen. És kiderült, hogy nyilván valószínű, hogy tetszett is nekik, vagy újdonság volt, és amikor a Szabolcs megkérdezte, hogy mi legyen a téma, akkor egyből ez jutott eszembe, mert ha ott érdekes volt, vagy mondott újat egy-két kollégának, akkor hát, ha itt is lesz benne újdonság. Azért is nagyon fontos ez, mert szerintem mi napról napra küzdünk azzal, hogy próbáljuk változatossá tenni az edzéseket, hogy ezek a tehetséges fiatalok itt mögöttem ne hagyják abba a röplabdát. És a keringés fokozás nyilván maga arról szól, hogy az izmokat, az izületeket felkészítsük, de nekem még fontosabb az, hogy ezek a fiatalok ugye reggel fölkelnek, és amikor délután 4-kor megjelennek nálam edzésen, addig több ezer inger éri őket. Régi ingerek, új ingerek, és nekem ott van másfél órám, nyilván minél rövidebb idő alatt, próbálom az idegrendszerüket, a koncentrációjukat minél gyorsabban átállítani arra, amiért oda jöttek. Mert valljuk be őszintén, besétál a csarnokba, megy az öltöző felé, biztos, hogy nem arról fog beszélgetni a csapattársával, hogy nem lépünk keresztbe alkar érintésnél a nyitásfogadás alatt. Hanem arról beszél, hogy mi volt a menzán a kaja, nálatok is szar volt, nálunk is, neked se legyen jobb. Az öltözőbe nem arról fognak beszélni, hogy a sáncnál ne csugd le a szemedet, hanem nézzed, hogy mit blokkolsz, hanem arról beszélnek, hogy ezt a matek dolgozatot is sikerült elégtelenre megírni. Amikor kijönnek már a terembe, folyik még a cipőfűzője, de nem arról beszél, hogy kéne kitámasztani ütésné, hanem arról, hogy a Jancsika megfogta-e a kezét, vagy a Juliska megfogta-e a mit tudom én miét, mert ezek a legfontosabb dolgok. És nekünk van erre pár percünk, hogy próbáljuk a koncentrációt oda irányítani a röplabdára. Ehhez szedtünk össze pár labdás keringés fokozó gyakorlatot, amikkel nyilván ez az elsődleges szándékunk, a másodlagos pedig az, hogy bemelegedjenek a fő gyakorlatra. Szabolcs minden gyakorlatról készítette ilyen színes, nagyon látványos gyakorlatrajzot. Ez megmagyarázza, hogy az egyes nyilak színes pöttyök mit jelentenek majd ezeken a rajzokon. És ezt nem csak a kedves kollégáknak mondom, hanem a fiúknak, lányoknak is, hogy mind a két oldalra puskázhattok most majd, amikor nem vagytok tisztában az egyes gyakorlatokkal. Az első lépcsőfokot az egy játékos, egy labda, vagy két játékos, egy labdás gyakorlatokat kihagyjuk, hiszen ha most azt mondanám, hogy mindenki mondjon egy játékos, egy labdás gyakorlatot, háromszor oda-vissza elmondanánk 400-500 ilyen feladatot, úgyhogy nem ismételnénk meg egyet se, úgyhogy ezen most túllépünk. Mindenkinél kettő labda legyen, és álljatok ide vissza az oldalvonalra.
Lehet, hogy ezeket a feladatokat most még sétálva fogják csinálni, de talán arra már alkalmasak lesznek, hogy a Jancsi és Juliskáról egy kicsit a figyelmüket áttereljük arra a két labdára, ami a kezükben van. Most fordítsatok nekünk hátat, és szépen sétáljatok át úgy a túloldalra, nyitódjatok egy kicsit, mert ez így. Úgy egyszerre dobjátok fel a két labdát, és sétál át a túloldalra, és egyszerre kapjátok el, lehet aztán egy kicsit magasabbra is. Vissza hátrafelé sétálva ugyanez. Laza, kocogó futás, ütemkülönbséggel feldobva a labdák. Oda-vissza, előre futással. Ütemkülönbség, tehát nem egyszerre dobjuk. Végig előre futás van. Hát a fiúk már túlbonyolítják egy kicsit ezt a dolgot. Jó, még egy kicsit nyitódjatok, mert nagyon szorosan álltok, főleg a következő feladathoz. Jobb kézzel vezeted, séta közben magad mellett, bal kézbe lévőt pedig dobálod fölfelé. Így sétálsz át, mert... Visszafelé bal kéz vezet, jobb kéz dobál. Jó, páronként legyen kettő labda, tehát mindenkinél egy labda marad. Álljatok föl szembe egymással a két oldalvonalra. Minél gyorsabban, mert kevés az időnk. Ismerős feladat, a nekem háttal álló sor kétkezes mellső átadással passzolja oda a labdát a szembe lévő társának. Saját labdádat földobod, ezt elkapod, visszadobod, és a saját labdádat elkapod. Lehet egy kicsit közelebb menni egymáshoz, mehet. Úgy van. Észre fogjuk venni, hogy ezeknél a, még nagyon messze vagyunk az alapérintésektől, de már csönd van. Koncentrálniuk kell, nem össze-vissza beszélnek mindenről, figyelniük kell a labdára. Már a kényelmi zónájukból kimozdítottuk őket. Csere! Jó, kétkezes alsóval dobjuk át a labdát, földobod a sajátot, alkarral visszajátszod, elkapod a sajátot. Mehet! Jó, jó. Természetesen ezt elfelejtettem mondani, hogy mindegyik feladatot ezerféleképpen lehet bonyolítani, érdekesebbé tenni. Amikor azt látjuk, hogy már túl könnyedén, sőt lezserül csinálja, akkor rakjunk bele valami kis finomságot, hogy még jobban kelljen neki figyelni. Háttalálók nagy ívbe dobják át a labdát a társuknak, a másik labda közben ide, oda, ide. Passzolódik. Mehet. Gyorsabban, gyorsabban átdobni azt a labdát. Állj, bocsánat, hogy belefütyültem. Tehát ezt a labdát nagy ívbe dobjuk át. És amíg ez odaér, annak a labdának át kell jönni ide, vissza és újra ide. És akkor kapod el a nagy ívbe átdobott labdát. Van hely fölfelé, gyerekek? Mehet. Úgy. Botiéké, jó. Gyerünk, csajok. Ez az, gyorsan, úgy van. Jó, mindenki a saját labdáját dobja föl a feje fölé jó magasra, futással helyet cseréltek, és elkapjátok a másiknak a földobott labdáját, még mielőtt az leesne a földre. Menjetek arrébb egy kicsit, Peti. Úgy. Jó, mehet. Magasra föl, helycsere. Fejet fölé kell dobni, nem be középre. Úgy van. Itt azért hívjuk fel a figyelmet, hogy
ha nagyon mind a kettő a labdára koncentrál, nehogy középen összeütközzenek. Főleg a kicsiknél ezt el kell mondani. Jó. Köszönöm. Az ábrának megfelelően álljunk be, ketten hálónak az egyik oldalán, velük szembe ketten a másik oldalán. Szerintem így 12 játékos föl tud állni. Aki most nem került pályára, tudom, hogy nagyon rosszul esik neki, de majd a következőben ő középre is jöjjön, egy hatos csoport. Úgy. Alkarra, egy labda. A legegyszerűbb változat, alkarra a fej fölé, kosárral teszed át, az alapvonalig ki kell futni és úgy beállni az oszlop végére, mehet. Látjátok az ábrán, hogy bójákkal jelöltük meg. Egyelőre most azok nincsenek még kirakva, de a Szabolcs úgy látom, hogy épp ez ügyben tevékenykedik. És ahogy bejönnek az alapérintések, javítani a hibákat. Már itt az edzés elején. A keringésfokozást pedig hogy tudjuk elérni? Vagy az érintés számokat csökkentjük, vagy a bóját visszük hátrébb. Kosárral fej fölé, légi kosárral át. Természetesen a kisebb korosztályokban még átdobásokkal, lábbal átrúgni a háló alatt a labdát, ezerféle változat van, akik még nem tudják az alapérintéseket. Jó, és most jön az, hogy fokozzuk a keringést. Egyből alkarral kell áttenni, és rohanás. Gyerünk! És az érintésen van a lényeg. Látjuk, nagyobb sebességre kapcsoltak a fiúk és lányok is. Úgy. Jó, köszönöm, fújsz egyet. A 2-2 és az alapvonalon a bója, az már elég rendesen fölpörgeti a pulzust. Ha több játékos van, akkor a bóját visszük hátrébb. Jó, beállunk a következő feladathoz. Ez ismét egy olyan feladat, ami nagyfokú figyelmet igényel. Minden párosnál van egy saját labda, és a harmadik labda fog a háló fölött közlekedni. Alkarral játsszuk be, kosárral adjuk föl, és lehetőleg légi kosárral íveljük át a túloldalra. Szerintem dobd át, és akkor onnan indítják a botiék. Úgy, és a saját... Nem, dobod, oda dobod a botinak. Bejátsza, a saját labdát egymás között passzolják, úgy helycsere, adod át a labdát. Jó, tehát egy labda megy a háló fölött, a saját csoportlabdát pedig ide-oda passzolgatják egymásnak. Ennél már kell figyelni, felhívni a figyelmet, hogy főleg ennél a korosztálynál már, hogy itt ezek ingyen labdák, amit illik pontosan odajátszani, illik föladni kosárral, fölhívni a figyelmet, hogy légi kosár érintésnél stabil legyen a törzse, magasan érintsen, ne az arc előtt. Jó. Köszönöm. Megyünk a következőre. Nagyon sokszor itt most csak egy térfélen fognak dolgozni, tehát nem a háló fölött a csoportok. Amit az előbb a háló fölött csináltunk, hogy kettő ott, kettő itt és átfutással, azt most keresztbe csináljuk meg a pályán. Oda kettő, ide kettő. Nézzetek fel a táblára, egy kicsit bentebb vannak tolva a színes pöttyök, de nem baj. Oda, Ádám, Dorian, kettes sarok, úgy, ide is kérnék két játékos. Máté, gyertek, mert kelletek. Úgy van, Gergőjék, oda hátra, oda, Dani, ötös sarok, és oda kettőt, Huniék. Úgy.
Maradunk tovább az alapérintéseknél, de mivel a perifériás látásnak nagyon fontos szerepe van a röplabdában, itt keresztben mozognak a csoportok, és figyelni kell a mellettünk gyakorló csoportot is. Ne zavarjuk az ő munkájukat, ők se zavarják nyilván a miénket. Jó. Kint, alkar, kontrollérintés, kosárral íveletbe, nagy ívbe, bentről egyből kosárral jön ki a labda, és futsz oda, ahova ívelted a labdát. Mehet. Kint, alkar, kosár, úgy van, és egyből kosár kifelé. Ez az. Készülj, készülj, készülj. Elmondani nekik, hogy az lenne szép, hogyha minden érintés milliméter pontosan oda menne a társunkhoz, de sajnos nem ez a gyakorlat. Tehát úgy készüljenek, hogy lépni kell a labda felé. Ne nyújtott térdel átsorogjanak. A hálónál kosár, légi kosár, kint egyből alkar. Nagyon figyelni a kinti érintésre, hogy az ne menjen át a túloldalra, ívelten kerüljön oda a társ kezébe, ez az. Jó. Ebben a rendszerben az utolsó feladat, jó, álljatok meg most, hogy kosárral íveljük be a hálóhoz a labdát, és megyünk fedezni. Egykezes, itt hasonló volt a Orsinak, a Zolinak a bemutatójába. Egykezes ejtéssel ejtjük meg a labdát úgy, hogy ne kelljen a társnak elesni, érjen oda, alkarral visszajátsza, és kosárérintéssel íveljük ki a következő játékosnak a labdát. Mert úgy van. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt ne kezdjenek el tudományoskodni, ami 9 méterről, 10 méterről kell föladni labdát, abból ne akarjon ő gyors labdát adni, hanem üthető, nagyívű, magas labdát adjon oda a társának. Hiszen az ellenfél úgy is tudni fogja, hogy ott fogunk támadni, de inkább legyen 3-as blokk és ütéssel fejezzük be, mint ingyen labdát tegyünk át. Mert 10-ből 9-szer ingyen labdát teszünk át. Emeljük meg. Láb nélkül ez nem fog menni. Csak karral képtelenek vagytok még rá, hogy oda tegyétek a labdát. Még felnőtt szinten is nehéz. Jó. Fújsz egy kicsit. Jó, jó, jó. Amíg Szabolcs beállítja a következőhöz a gyerekeket. Ezekkel a gyakorlatokkal nem csak az a célom, vagy a célunk, hogy fölkészítsük a testüket, idegrendszerüket, fejüket az edzésnek a fő részére, hanem nekem sajnos ez a vesző paripám, hogy mérkőzésen, amikor rendszeren kívüli labda adódik, ugye a föladó teszi a föladó teszi az első érintést, és a liberónak, vagy egy ütőnek, vagy egy, ne adj Isten, egy centernek kell elnézést a centerektől föladni a labdát, és hát nagyon sokszor le kell, hogy fújja a játékvezető, mert szabálytalan az érintés, nagyon sokszor pontatlan az a feladás, nem tudjuk ütéssel befejezni, és bizony ebben óriási nagy a különbség, már ez a korosztály nemzetközi, tehát európai csapatai és a magyar játékosok között, de meggyőződésem, hogy felnőtt szinten is tudunk ebben előrelépni, hogy amikor olyan adódik a pályán, hogy egy olyan feladatot kell végrehajtanom, ami nem az én feladatom amúgy, de nekem kell megcsinálni, akkor egy az, hogy ne lepődjek meg, tudjam, hogy mi a dolgom, tudjam, hogy kinek akarom föladni azt a labdát, legyek tisztában azzal, hogy az átló például elsősoros vagy hátsósoros, tehát ez egy elég sokrétű dolog, és ezt edzésen bőven lehet modellezni. Jó. Ez a következő feladat, ismét kinyitottuk a teret, egész pályán dolgoznak,
Itt is egyszerűen csak alapérintések, alkar, kosár és légikosárral keresztbe kell áttenni a labdát a gyerekeknek. Mindenki kerül be a hálóhoz, mindenki kénytelen majd föladni, mindenki kénytelen lesz megtanulni az ütéslábmunkát, mindenki kénytelen lesz légikosárral pontosan áttenni, mehet, pontosan áttenni a labdát, és aki áttettem egybe a hálóhoz, aki a hálónál volt, forog tovább, de nem a saját csoportjába, hanem egy másik csoportba, így minden pozícióba, mindkét térfélen elő fognak fordulni a játékosok. És most csöndben maradok, hogy tudjátok élvezni a bemutatót. Természetesen ezen a szinten már elvárható lenne, hogy az a két föladó, aki itt a kettes hely felé adja föl a labdát, akár ezt hátra kosárérintéssel tegye meg. Fölhívhatjuk a figyelmet, hogy ne tegyék nagyon hálóra a labdát. Egy oldalról induljon el újból. Most megakadt, igen, ez nagyon jó, hogy az egyik labda megállt. Mindig egy oldalról indítjuk újra. Állj meg. Itt elfogytak az emberkék. Álljunk vissza az elejére. Nincs ezzel semmi baj. Csak ne menjen el vele 3,5 perc, mint edzésen. Jó, ide is kérek. Ja, itt a labda, bocsánat. Úgy van. Mehet. Gyerünk még egy 38 másodperc. Tehát még egyszer kihangsúlyozom, nem az edzés fő részében vagyunk. Az első 10-15 percben, amikor még csak letisztítjuk az érintéseket, fölkészítjük a végtagokat, az izmokat. Jó, köszönöm. Ismerős, jó, következő feladathoz álljatok be. Egyes és ötös sarok mögé kérnék szépen játékosokat, illetve játékosokat kérnék szépen ide a gumikba. Jókai Zoli azt mondta, hogy a célkarikákat 1 méterre a középvonaltól, 1 méterre az oldalvonaltól, az úgy körülbelül egy elfogadott célhely. Úgy gondolom, hogy egy ennyiszeres bajnok kupagyőztes edzőnek ezt elhihetjük. Tehát beleállítjuk a játékost, és most már nem lehet elnagyolni azt az érintést. Meg kell próbálni beívelni. Kosárral indítja Máté a labdát, hagyja pattanni, befordul, kosárral átível ide, hagyja pattanni, és végül oda 4-es helyre a Szabolcsnak kell emelni a labdát. Gergő pedig akkor indítja majd, amikor a Máté föladta. Mehet. Nagy ív. Úgy van. Befordul, és Gergő indít. Ez az. Gyönyörű. A karikából a saját oldali oszlopába megy a játékos, így mind a két oldalra gyakorolni fogja a nagyívű magas föladásokat. Szép volt, Boti, bár ezt a karmunkát inkább elfelejteném. Igen, a labda nem fogja becsapni a játékost, ha rosszul indítja el, nem fogja utolérni. Azt is el kell nekik mondani, hogy minél magasabbra föl tudod ütni, annál magasabbra fog pattanni, tehát könnyebb lesz aláérni. Gyors lábbal, ne csak csoszorászás legyen ott, Szabos. Gyors lábbal ott legyél a... Ja, ő tegnap előtt leesett a bicikliről, lehet, hogy azért csoszogott. Úgy, nem engeded le az érintést az arcod elé, Gergő. Igen, Máté kihasználja teljes szélességébe a pályát, de van gyors lába hozzá. Úgy, ráadásul ő föladó is. Az utolsó érintés is magasan történjen, ez az, Boti. Úgy van. Jó,
Az eleje ugyanaz, a feladás alkarral történjen. Sokkal nehezebb feladat lesz, sokkal kevesebb az idegvégződés az alkarunkban, mint az ujjaink hegyében, és alkarral történjen a feladás. Kosár pattan és alkar. Úgy van? Na, ez szép lesz, Milán. És ugye nem a centert támadtatjuk, hanem a kettes helyet. Igen. Alkar érintésnél is felhívni a figyelmet, hogy ilyen távolságban csak úgy tudod megemelni a labdát, hogyha a lábaidat is használod. A szép volt, Péter, a túloldalon. Igen, túl közel voltál a labdához az érintés pillanatában, Hunor. Bátrabban. Ne féljünk az érintéstől. Ha azt hajtogatjuk magunknak, hogy jaj, csak el ne roncsam, akkor valószínű, hogy pontatlan leszel. Jó, itt most a botit még megvárjuk. Amikor ezt már úgy látjuk, hogy megy, akkor kiveszünk belőle egy lepattanást. Az első kosárérintés után nincs pattintva labda, egyből meg kell játszani. Kosár, alkar, itt pattan, és kosárral tesszük át. Jó? Tehát a első két érintés között most nem pattanhat le a labda. Mehet, Dorian. Kosár, igen, alkarral vissza, és jó. Jó csinálta, csak a második érintés alkar legyen. Semmi baj. Ennél nagyobb hibák is vannak. Bátran használjuk ki a teret. Úgy lát, hol áll? A karikába. A karikából ne kelljen kimozdulnia. Kicsit hoz kintebb azért a Bocs Gergő útba voltam. Ne, erre felé. Így. Figyelj, itt jön a labda. Azaz. A lányok ugyanezt csinálják tovább. A fiúk első érintés kosár, hagyjuk majd pattanni, de közben vetődünk is egyet. A második érintés alkar, hagyjuk pattanni, és kosárral adjuk föl. Tehát most kosárral indít, hagyjuk pattanni, vetődünk. Illés oké? Mert Illés bemutatja. Úgy vetődik, pattan, alkar, igen, magasra fölütni, Mór indulhat. Mutassuk be szépen. Úgy van, gyorsan fölpat, alkar vissza, és kosárral fogod a kettes helyre föladni. Úgy, a lényegét értjük a gyakorlatnak, és meg is tudják csinálni, még precízebben. Mehet. Igen, gyorsabban a vetődést, nem nézegetjük a labdát. Úgy van, ide húzod vissza, és oda teszed föl. Legyen meg a cikcak, ami az ábrán látható. Úgy van, Ádám, gyors láb, vissza alkar, nem. Oda-vissza az alkar, és kettes helyre emeljük föl a labdát. Bravo, Máté. Igen, itt pattan és kosár. Gyönyörű. Magasabbra kell fölütni. Igen. Szép volt. Jó. Fújjunk egyet. Látom, Ádám már a fülén veszi a levegőt. Jó. A karikák maradnak. A két térfélen két különböző feladat lesz, de a végcél ugyanaz, hogy nagy ívbe, keresztbe be tudjuk ívelni a labdát a célkarikába. Gyertek ide ti előre a hármas vonalhoz. Úgy, az első bent áll a pályán, a következő itt áll kint. Úgy,
kosárral, kiíveled a labdát, futsz utána, alkarral fejfölé játszod, befordulsz keresztbe, és adod föl oda. Ezen a térfélen a játékosok magukat szöktetik, és emelik oda keresztbe, a másik térfélen pedig Szabi dobja ki a labdát jobbra és balra, és azt kell nekik egyből föladni, úgy látom, egy pattanás után keresztbe. Emeld meg jobban, Hunor, azt a labdát, úgy van. Tudom, hogy nagyon sokan sokkal alacsonyabb termekbe tartjuk az edzéseket, de ott is azért lehet megkövetelni, amennyire csak lehet, a nagyívű föladásokat, kosárérintéseket. Jó, ez az oldal, változtatunk, kosárral íveled ki, nem hagyjuk pattanni, egyből alkarral kell megpróbálni keresztbe tenni. Tehát ahogy elindítod kosárral a labdát, már indul a lábad utána, jó, és alkarral kell keresztbe ívelni. Nyilván itt a legtöbb játékos nem fog tudni a labda mögé oda kerülni, hanem oldalról kell kezelni, gyerünk, Szabi, Gergő, indíthatjátok. Oldalról kell kezelnie a labdát. A Gergőjét, de nagyon messzire kiütötted Szabolcsodnan, ez nehéz. Nem kell most olyan messzire kiütni. Lábbal emel. Itt ugye a forgás miatt megvan oldva, hogy mind a két oldalon gyakorolnak. A túloldalon arra kell figyelni az edzőnek, hogyha párosan vannak, meglegyen az, hogy mind a két oldalra induljanak el, ne csak jobbra vagy balra. Uhú. Minden gyakorlatból 2-3 variációt mutatunk be, természetesen ezeket mind-mind a magatok szája íze szerint, illetve a játékosaitok technikai képzettsége szerint lehet bonyolítani, vagy éppen visszalépni, mert azt se kell szégyelni, ha vissza kell lépni. Nem kell minden áron gyorsítani, nehezíteni, ha technikailag nem kifogástalan a végrehajtás. Akkor visszalépünk egy lépcsőfokot. Jó. Megyünk a következőre. Mennyi, nem tudom, mikor kezdtem. Meddig van idő? Még van fél óra? Jó. A karikákat rakjátok ki oldalra, ne legyenek a pályán. Jó. Jó, ide jöttök, srácok. Saját feldobásból pörgetett ütés, a háló alatt kell átpattintani a labdát. Dani, menj oda a Mór mögé. A Mór és az Ádám lefekszenek az alapvonalra hasonfekvésbe. Úgy. A hasonfekvő játékosok akkor állhatnak föl, amikor a vele szembe lévő társa földobja a labdát magának. Ki kell hangsúlyozni, hogy a háló alatt kell, hogy átüssék a labdát, ott kell átpattintani. Ne rohanják el ott a túloldalon, mert rá fog úszni a mellkasára az átütött labda. Próbáljuk meg. Ott alkarral fejfölé kezeled, kosárral pedig beíveled a Doriánnak, aki közben átfut a túloldalra. Mehet. Úgy van. Úgy. Dorián visszateszi a Mórnak. Mór megy a lányok mögé. Úgy. Dani, te már fekszel hasonfekvésbe. Úgy. Mehet.
ahogy fölpattanunk hasonfekvésből, egyből süllyesztjük a súlypontot, és készülünk bizony arra az érintésre. Ne engedjük, hogy a fülük mellett üssék meg a labdát, megfelelő normális ütés karmunka legyen. Biztos, hogy nagyon sokszor még bele fog akadni a hálóba, de előbb-utóbb működni fog ez a dolog. No. Úgy van. És ugye az eddigi feladatokban nem szerepelt csak a kétkezes alapérintések, az alkar és a kosár, vagy az egykezes ejtés egyik gyakorlatban. Az ütés karmunka még nem volt benne, de bármelyik előző gyakorlatba nyugodtan bele lehet tenni az ütés karmunkát, ha már vannak olyan szinten, hogy oda tudják egymáshoz ütni a labdát. Jó, ugyanez lesz az eleje, illetve a hasonfekvés, még ebbe a gyakorlatban. Most egyből alkarral kell bejátszani, tehát nincs fejfölé érintés. Talán ez most így könnyebb lesz. Viszont aki megütötte a labdát, az érjen át, mert egy érintéssel kevesebb ideje van átérni a túloldalra. Fölpattansz és egyből alkarral teszed be. Mehet. Úgy van, bátran emeljük föl a stratoszférába. Legyen ideje a társnak aláhelyezkedni. Menjen most még be a hármas vonalon belülre, lesz majd olyan változata, ez szép volt ott, nagyon jó volt. Bentebb tolni Ádám azt az alkart. Szabolcs nagyon rafkós volt, már eleve 7 méteren hasalt le, nem az alapvonalon. Igen. Jó, egy pillanat. Ez se volt a programban. Hogy tudunk időkényszert alkalmazni? Például most Mór állsz az alapvonalon, és amikor ő földobja a labdát, akkor gyorsan hasra vágod magad, fölpattansz, és azt játszod be alkarral. Sokkal kevesebb ideje lesz, gyorsan kell a mozdulatot megcsinálni, de a Mór képes rá, biztos vagyok benne. Mert. Úgy van, és próbáljuk meg a többiek is. Szép volt. Most. Úgy, föl. Úgy van. Úgy van. Ugye az a címe a bemutatónak, hogy a keringés fokozás labdák segítségével. Az előző feladathoz képest itt már biztos, hogy magasabb lesz a pulzus számuk a játékosoknak, hiszen egy gyorsabb mozdulatsort kell nekik végigcsinálni, és a vége ilyen pontatlan. Jó. Most érünk vissza az eredeti tervhez. Jó, álljatok meg. Úgy. A hármas vonalra hasaltatjuk le a játékost. A társ bejöhet nyugodtan 5-6 méterre. Saját feldobásból nyitás legyen, és a háló fölött kell átnyitni a labdát. Amikor földobja, akkor pattansz föl. És mivel nem fognak erőset nyitni, így lehet kosárral is, lehet alkarral is kezelni. Jó? Mehet. Úgy van. Ugye az előbb előre mozgásból kellett megoldani a védekező érintést, most pedig hátra mozgásból, lehetőleg úgy, hogy mikor az érintés megtörténik, akkor már pozícionálni a lábakat, és ne tolatásba történjen meg,
se az alkar, se a kosár érintés. Igen, ők már tökéletesen tudják, hogy ez csapatjáték, és nagyon óvatosan nyitnak egymásra, mert tudják, hogy legközelebb neki kell majd oda lefeküdni, és ő is hasonló könnyű szervákat vár el a társától, csak ettől nem fognak fejlődni. Bátran! Nem kell kimélni a lányokat, jobb az alkar érintésük, mint a fiúknak. Igen. Ha a kosár érintést választod, akkor kemény ujjakkal, széles terpezbe, vállal megtámasztva. Itt rosszul határoztad meg a távolságot, Dani. A mor pedig lassú lábbal ment át a háló alatt. Jó. Utolsó fokozat. Ismét az alapvonalon kell hasonfekvésbe elhelyezkedni. Úgy 7 méterről saját feldobásból pörgetett ütés a háló alatt. Akkor pattansz föl, mint az első feladatnál, és alkarral úgy kell megjátszanod a labdát, hogy nem, most nem jöhet be a hármas vonalon belülre, tehát ennek a játékosnak ütés után sprintelni kell át, hogy még a lepattanás előtt elérje a labdát. Próbáljuk a saját hosszában elhelyezett térfelünkön tartani, de a hármas vonal és az alapvonal közé bárhová fölemelheted, Mór, hogy a Daninak kelljen gyorsan szaladni. Mehet. És úgy van, és elérted. Gyerünk. Jó, egy kicsit legyünk gonoszabbak. Ezt tudtam, hogy a botinak sikerülni fog. Bravo. Biztos, hogy az elején, amikor nem szabad pontosan bejátszani a hármas vonalon belülre, 10-ből 9-szer be fogják tenni a hármas vonalon belülre, amikor nem szabad. Úgy van. Na még egyet, mindkét oldalról. Jó. Megyünk tovább. Igen. A létrát, ja, kicsit közelebb a pályához. Ez is egy ellesett gyakorlat, amit abszolút nem szégyellek, és ezt javaslom, hogy senki ne szégyelje, hogyha másnak a gyakorlatát beépíti az edzésébe, hisz egymástól tanulunk, és bármilyen új instrukciót kapok valakitől, akkor azt megköszönöm és használom. Középső játékos kosárérintéssel a feje fölé játssza az első érintést, a háromból a középső, és a belső játékos annál a fej fölé kosárérintésnél indulhat el 5-6-7 méterre. A kosárérintést kiíveli a Péter majd ide, közben a Bence már ideért, alkarra a fej fölé játszod, és kosárral íveled oda keresztbe. Utána pedig mégy a létrához, és nem tudom, hogy tanár úr mondott-e nekik valamit a létrára. Jó, már el is dőlt. Nézzük. Kiívelte, alkar a fej fölé, kosárral íveled, úgy van, és ide jössz a létrára. Úgy van.
Semmi baj, nyilván azzal azért tudunk a társunknak segíteni, hogy azt az első kontroll ér... Másik létre, Bence, másik létre. Hogy az első kontroll érintést azt magasabbra tesszük. Alkar fej fölé. Na, álljunk már össze. Úgy. Nem. Ez a legnagyobb probléma edzésen is, hogy nem figyeltek az instrukcióra. Tudom, hogy nem úgy tűnik, de gyakoroltuk. Jó, nem volt ott mindenki. Kosár, kosár. Kiindulsz, alkarra a fej fölé, kosárra a keresztbe íveled, és a távolabbi létrához jössz. Ez csak azért, hogy ne unatkozzatok. Mert igen, a Péter nem könnyíti meg a dolgát, mert az első kosár érintése pontosan 3 centivel megy a feje fölé. Így van. Igen, Ádámék ezt már csinálták, odaíveled keresztbe. Ez az. Közben szerintem a túlsó térfélen is meg lehet ezt próbálni. Ott igaz, hogy nincsen létra, de létra nélkül, hogy mozgalmasabb legyen a pálya. Természetesen ezt lehet úgy is, hogy 4 játékos van, és még valami plusz feladatot berakunk, de így, amikor 3-an gyakorolnak, akkor így a létra éppen belefér nem kényelmesen, hanem pörgő lábbal. Igen, a Boti megint nem fej fölé játszotta, mert ő már a következő feladatra koncentrál. Kifutás után az Ádám már így fogja csinálni, egyből, vagy a Dani, egyből alkar érintéssel ívelet keresztbe. Egyből alkar. Úgy és mégy a létrára, mégy a létrára. Egyből alkar. Úgy van. És kihangsúlyozni, hogy ebben a feladatban nem a létre a lényeg, meg nem a kontrollkosár érintés, hanem hogy innen keresztbe oda tudja ívelni a labdát a hármason belülre. Jó, maradunk még ennél a gyakorlatnál. Kérem, hogy itt a váltsuk le itt a fiúkat, gyertek Illés, ti is szálljatok be ebbe, hogy jó, még 2 fokozat lesz. A következő egyből kosárérintéssel kell majd keresztbe ívelni, nem hagyjuk pattanni, bent marad a 2 kosárérintés, kontroll fej fölé kosárral ki, és utána egyből kosárérintés van keresztbe. Nyilván nem lesz neki könnyű, mert ott átcsorogtak a palánk mellett. Mehet, nézzük. Úgy van, segítsük egymást, odafordulsz, úgy van. Közben természetesen a létránál adhatunk nekik újabb feladatot. Igen, gyorsan visszaérdi Gergő, mert mindjárt kapod. A létránál legyen harántváltásos szögdelés a pálya felé fordulva. Harántváltás, Máté. Gyerünk. Úgy van. Úgy, és jössz Milán. És továbbra is ez a harmadik érintés a legfontosabb. De ha az első 2 elnagyoljuk, akkor utána a harmadik is nagyon nehéz lesz a társnak. Jöjjön be az a föladás a 3-as vonalon belülre. Lábbal mindenképpen emelni kell. Egész jó volt, mehetett volna kintebb. Úgy van. Norbikám, igen,
látjuk, hogyha nagyon kényelmesen csinálja a létrát, akkor nem fog odaérni. Jó. Jó. Utolsó. Most kihagyjuk a létrát belőle. Csak fiúk legyenek mind a két oldalon. Kosárérintés fej fölé, kosárérintéssel teszed ki a labdát. Az első érintéssel egy időbe egy vetődés kifelé. Fölpattansz, és a kiívelt labda alkarral fej fölé, kosárral íveled be. Mert? Úgy van. Úgy látjuk, hogy az Illés nagyon bajtársias volt a Norbival. Tegyük magasabbra az első kosárérintést a hálónál. Gyerünk, Gergő, tiéd volt. Úgy van, és akkor a társnak nagyobb esélye van, hogy végig tudja csinálni a feladatot. Nyilván magasabb szinten ezt az alkarérintést már kivehetjük belőle, hogy egyből kelljen keresztbe ívelni. Magasabbra Milán, mert szegény Máté már megszakad. Jó. Igen, hát még van mit csiszolni, de igyekszünk. Jó, következő feladathoz álljunk be. A létrákat egy kicsit, bár talán nem fog zavarni, ha pontosan csináljátok. Nem, ezt a létrát mindenképpen kintebb kell húzni. Jó, nagyon egyszerű gyakorlat. Hatos helyről alkarral kell bejátszani a labdát. Kettes helyre, kettes helyről kosárérintéssel kell föladni a labdát. Négyes helyre, és négyes helyről légi kosárérintéssel kell kijátszani a labdát a hatos helyre. Minden csoportnak lesz egy bójája, amit az érintés után meg kell kerülni, és be kell állnia a következő oszlopnak a végére. Jó. Ide oldalra, Szabi. Hatos helyről ezt az oldalsó bóját kerülik, kettes helyről a pálya közepén lévő bóját Milán és Dorian, a Norbiék pedig azt a hátsó bóját. Mehet. Sima alapérintések. Úgy van. Igen, látjuk, hogy a hatos helyen odaérnek simán kosárérintéssel, de erőltessük azért, hogy alkarérintéssel próbálják meg bejátszani a labdát. És el kell velük hitetni, hogy az ezredik, vagy a kétezredik ilyen bejátszott labda is menjen oda pontosan a hálóhoz, a föladóhoz, mert ha elnagyolja, és lezserül, hogy ez ingyen labda, és ezt ő simán bejátsza, akkor meg fogja csinálni 13-13-nál a döntő játszmába, hogy az ingyen labdát átpattintja az ellentérfélre. Ha itt nem figyel oda, ott se fogja tudni megcsinálni. Természetesen a futóiskolai részt azt lehet variálni, térdemelés, hátrafelé futás, oldalazó, vetődéseket belerakni, és az egésznek az irányát meg lehet fordítani, hogy onnan a kettes hely felé kelljen föladni a négyesről. És ha már vannak olyan szinten, akkor a négyes helyről lehet pörgetett ütéssel a hatos hely felé kijátszani a labdát. Úgy van, mehet az antenna felé kintebb illés az a föladás. Gergőé pláne.
nem mennek ki azok a feladások a négyes helyre. Figyeljünk oda! Jó, figyelj! Figyelj! Négyes helyről hátrafelé futás van, úgy kerülöd a bóját, úgy állsz be. Innen bejátszottad, kivetődés a bójához, úgy állsz be. Ott marad simán a bója kerülés. Mert. Állj! Kettő itt. Úgy. Mert. Ez csak egy változat. Úgy. És gyorsan vetődni, Gergő, mert oda kell érni, mindjárt kapod a bejátszott labdát. Úgy van. Már egy kicsit a komfortzónájukból kimozdítottuk őket. Jó. És akkor azt hiszem, hogy az utolsó feladathoz érkeztünk. Köszönöm. Egy kicsit fújjatok. Ebben a gyakorlatban van egy röplabda idegen mozdulat. Biztos észre fogjátok venni, de nem azon van a hangsúly. Jó. Azaz. Mindjárt itt egy kicsit át kell alakítanunk a pályát. Nyugodtan be lehet állni, még ide is egy játékosnak. Úgy van, Mór. Lányok is most aktivizálhatják magukat a túloldalon, oda a hatos helyre. Pont három csinos leányzó hiányzik. Nem tudják eldönteni, hogy melyik a legcsinosabb. Jó. Egyből a röplabda idegen mozdulattal kezdünk, ugyanis saját magát szökteti a játékos befelé a pálya közepe felé, kosárral, onnan hátra kosárral teszi vissza a következő játékosnak a labdát, úgy megy ki a bójához, és úgy fogod beállni. A Máté, akinek visszaívelték a labdát, egyből íveli oda keresztbe, jó? És utána csak bentebb lépsz egyel, mert a következő körben neked kell előre-hátra. Próbáljuk meg. Úgy van, hátra-vissza, úgy Máté íveli, úgy. Előre, vissza, és íveled keresztbe. Erről van szó. Nagyon jó, mondta tanár úr, bójánál magas térdemelés, létránál terpe zár. Úgy van, mindenképpen legyen előre lépés és hátrafelé ívelni a kosárral a labdát a következő társnak. Úgy van, indítsd el elő. Igen, és gyorsabb lábbal odaérni, Norbi. És ha most azt kérném, hogy négyes helyen játsza a feje fölé kosárral és pörgetett ütéssel tegye ki hatos helyre a labdát, akkor benne van az előre kosár, hátra kosár, alkarérintés és az ütés karmunka is. Úgy, Mór, majd arra figyelj, hogy magad elé indítsd a labdát, hogy lépni kelljen utána. Úgy, és onnan vissza. Erről van szó. És ez bizony mindenkinek képesnek kell lenni ezekre az érintésekre, precízen, pontosan. Jó. Köszönöm szépen.
sorakozzatok itt föl, legyetek szívesek. Annyit, amíg itt kifújják magukat és sorakoznak, hogy a felnőtt válogatottunk szövetségi kapitánya a legelső nyilatkozatával nagyon kritikus hangot ütött meg az utánpótlás edzőkkel kapcsolatban. Mindazon túl, hogy nem volt túl elegáns a székfoglalója, nem is volt nagyon motiváló. De biztos vagyok benne, hogy a jó szándék vezérelte, hogy bizony alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy ez a mi kedvenc játékunk egyre gyorsabb lesz. Hisz már a lánymezőnybe is, amikor a feladó kezéhez ér a labda, a legtávolabbi ütő is már megtette az első lépést. Felgyorsult a játék. A múlt héten Békés Csabán egy sporttudományos konferencia volt, ahol igaz, hogy egy másik labdajátékból, a kosárlabdából egy megkerülhetetlen szaktekintély, aki amúgy az egyik legeredményesebb magyar edző, Rád Géber László tartott előadást, és ő azt mondta, hogy nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy elérjük, hogy ezek a fiatalok holnap jobbak akarjanak lenni, mint ma. Holnap akarjanak nagyobbat ugrani, mint ma. Holnap föl tudják adni jobban a labdát, mint ma. Ez eddig világos. De ehhez mi azt tudjuk hozzátenni, hogy mi magunk is akarjunk jobbak lenni ma, vagy jobbak lenni holnap, mint ma. Akarjunk fejlődni a játék fejlődésével párhuzamosan, és próbáljuk egyre élvezetesebben tanítani meg nekik ezt a szép játékot. Én bízom benne, hogy a kecskeméti OGB serdülő és ifi játékosok, lányok és fiúk, Csizmadia Szabolcs kollégám és jó magam, ehhez, ha csak picit is hozzájárultunk, akkor már azt mondom, hogy ma többet tettem a röplabdáért, mint tegnap. Köszönjük a figyelmet! Köszönöm! Köszönöm.